Hello, hello, srácok, szevasztok, csodálatosan szép napot mindenkinek. Üdv Gabesz, Varga Jani, Kálmer, Twist Tigris, Alex, Mustár, Návár, Nike, Lukasz, Nosej már cső mindannyiótoknak. Halk az intro, nem jó az intro, ezt így az ezredik adásra Gabesz megállapította nekünk. Köszönjük szépen, Gabesz, köszi, mindenféleképpen utána fogunk nézni, ha már egy ilyen különleges fordulót emlegetünk, említünk, tartunk most, mert hogy hát bizonyos számítások szerint ez az ezredik élő adásom itt a Twitch-en, és még mindig nincs elegetek a pofámból, pedig most is itt kötözködök Gabesszal, csak azért, hogy szívjam a vérét. Hát na, ez is eljött, srácok, ezt ma nagyon-nagyon különleges műsorral fogjuk megünnepelni, Far Cry-ozni fogunk. Ez így az, tehát ez lesz az. Remélem, hogy mindenkinek megfelel, srácok, és egyébként pedig mindenkinek csodálatos napja van. Hát na, elértünk idáig is, nem minthogyha ez bármivel emelni az elmúlt 999 adás fényét, vagy csökkenteni a hátralévő, ki tudja mennyit. Ilyenkor szokták ugye mondani szülinapokkor, hogy hát legalább még ennyit. Legalább még ennyit, maradjunk akkor ennél, srácok. Gabesz, köszönöm a csírt is, rip, és köszi Bidi szintén a csírt. Hát elrepült így hirtelen, igen. Nemrég még 60 nézőnek vovoztam, hát szóljatok hozzá, mik vannak. Famor, Viktor, Fendra, Pörkölt Guy, nektek is nagyon szépen köszönöm. Tehát mindenkinek, hogy itt vagytok, srácok. Ugye délelőtt volt egy adás, amiről senki nem tudhat, csak az, aki itt volt és végignézte. Egy kicsit farmolgattunk, így délelőtt gyakorlatilag megcsinálgattam azokat a dolgokat, amiket streamen kívül szoktam. Az nem fog a VOD-ra se felkerülni, nem maradtatok le semmiről. Ami változott, azt most azonnyomban megmutatom, úgyhogy nem kell senkinek kétségbe esni, lázadást szítani, kiátkozni gyakorlatilag a valóságból. Csak egy picit farmolgattam a játékban, gyűjtöttem egy kis nyersanyagot, fegyvereket és a többit, tehát ezt meg is mutatom nektek azzal a lendülettel, úgyhogy srácok, folytatjuk tovább a Far Cry kalandjainkat Yara szigetén, tehát Kubában. Nixi, köszi az 52-t, sose hagyd abba. Lemaradt, hogy legjobb vagyok, Nixi, de elfogadom így is. Nagyon szépen köszi, ahogy Crazy Queennek is szintén. Ha. Abban a pillanatban töltőképernyő. Na. Warning, read before playing. Yes, this game saves automatically. Úgyhogy reméljük, hogy elmentette az állásunkat. Mocskos áruló vagy, ne védd magad, streamen kívül játszik. Jó, hát az ilyen játékoknál megengedett, Krisztián, ne legyél ilyen. Ha azt akarjátok, hogy valaha végigvigyük, akkor muszáj egy kicsit streamen kívül is egerészni. Köszi, srácok, köszönöm. No. Setting up a profile. Continugame. Yes. Madrugada régióban vagyunk, ugye továbbra is a fő szigetén Yarának, vagy hát Yara szigetén Madrugada régióba, és ugye ott hagytuk abba, hogy elkezdtünk beépülni az első lázadó táborba, ahova gyorsan vissza is térünk ide Costa del Marra, és próbáljuk építeni a kapcsolatunkat Papával, ugye az itteni ellenállás vezetőjével, akivel Castillo, Anton Castillo unokaöccsét próbáljuk meg letaszítani a helyi trónról. No, mi változott? Kimegyek a táborból, hogy ne laggoljon a facecamon borzasztóan, és láthassátok a meggyőző ezredik streames arcomat. Haló? Ott vagyok, mégsem vagyok ott. Megtörténik-e? Ott vagyok. Szóval, változott a fegyverzet, abban a piatban Arsenal, ami nem a foci csapat. Lett egy új sniperünk, ez egy sima megtalálható sniper, amire raktunk szkópot, hogy jól lássunk távolra. Továbbra is ugye páncéltörő löveg van a sniperbe, hogy könnyebben leszedjük távolról a mindenféle sisakkal rendelkező ellenségeket. Van rajta egy szupresszor, meg egy jó kis kuketta, és hát egy gyönyörű skin, ez az egyiptomis fáraós aranyba, aranyjal díszített skin. A shotit azt ismeritek, az nem változott itt az egyes szloton, a harmadik szlotba pedig bekerült egy ilyen resolver fegyver, ami ugye egy ilyen különleges, szintén módosíthatatlan fegyver a Far Cry-ban, ugye ilyen volt a lángszóró is. Ez egy, hát tűzijáték lövő fegyver gyakorlatilag, amúgy a pisztolyom se változott, megmutatom. Ő az,
Ez az. Tehát nekem ez tetszett. Jó lehet a helikopterek, tankok ellen egy kis tűzi játék, úgyhogy ez a különleges fegyverünk. Az armor szettünk az maradt a parkúros, gyorsanfutós, ugrálós, és a hátizsák is a double jump miatt, amivel ugye így perzselek magam után, úgyhogy igazából ennyi változott. Ezen kívül nyersanyagokat farmoltam, meg lett egy új autóm. Egy személygépjármű íme. A tűzpiros. Hát nekem Porsche, de a hivatalos modellnév a Verrazzano Bravo. Ő lett az új autónk. Felpimpeltem egy ilyen automata löveggel elvileg, ezt még nem próbáltam ki, hogy hogy működik, és van egy ilyen, nem tudom, Tesco-s bevásárlós kocsi az elején, hogy felborítsuk a szembejövő autókat. Úgyhogy ezek a fejlesztések történtek, itt van velünk továbbra is Pezsi, a kis cicánk, akinek már megvan az a skillje, hogyha stealthből öl meg egy őrt, akkor kilútolja a zsebeit és kapunk pénzt, nem túl sokat igazából, 14 darab pezót lootolt eddig az 1000-ből, tehát igazából soha nem lesz meg, de a kis Pezsi most egyelőre a kompániánk. Ezen kívül pedig a térképen gyakorlatilag felszabadítottam ilyen outpostokat. Ennyi történt egy kicsit, hogy így jöjjenek a nyersanyagok. Illetve megnéztem, hogy hogy lehet pecázni, de nem maradtatok le semmiről, mert egy darab halat nem tudtam kifogni, meg mentem egy ilyen autóversenyt, ami motorverseny volt itt. Csónakázni kellett, és kaptunk érte lootot. Úgyhogy ja, egy kicsit így megnéztem ezeket a melléktevékenységeket, de annyira nem volt izgalmas, tényleg csak egy kis haladás történt passzívan. Úgyhogy ja, belevágunk akkor a mai kezdeményekbe, fejleményekbe, és az első dolog, ez a Bandidos rendszer, amit nem néztünk meg, mert nem vezetett rá a játék. Tehát, hogy itt ilyen Bandido operation-ök vannak ezen a hirdető táblán, ami ilyen offline misszió. Tehát mondjuk, hogyha valaki játszik ilyen mobiljátékokkal, vagy WoW-ban a Garrisonokat ismeritek, gyakorlatilag el tudunk küldeni katonákat, hogy hozzanak nyersanyagot. Tehát itt ez megnyílik. Én sem próbáltam még ki, csak láttam, hogy van ilyen. Van 48 recruitunk, 48 lázadónk, akiket így felszab... akiket így felszabadítottunk, amikor kiszabadítjuk az ilyen elfogott embereket, meg egy vezetőnk. Az nem tudom ki, de majd kiderül, és itt van egy missziónk. Assign squad. Rámegyünk a küldetésre. Ja, Benito, a kalóz az emberünk, igen. Azt így kiválasztjuk, ő vezeti a missziót. Dispatch. Elküldtem, egy perc múlva visszajön. Hát ez gondolom a tutorial misszió. Tehát látjátok, mondom, aki a WoW-ban a Garrison rendszert azt ismeri, így el lehet küldözgetni embereket, az hoznak nekünk lootot. Gyakorlatilag erről van szó. Addig, amíg visszajön, addig megnézem, hogy van-e nyersanyagunk upgrade-elni, bár nem hiszem. A nyersanyagokat el is költöttem, de van! Vehicles near hideouts, advanced gear for sale. Mind a kettő kéne amúgy. Fejlesszük a hideout network-öt. Elsőnek. Tudjátok, ez azok a random gyorsutazó pontok a térképen. Elvileg ezzel a fejlesztéssel minden gyorsutazási pontunknál lesz egy különleges autó, vagy jármű. Elvileg. Úgyhogy most, hogyha például elportolunk, nem tudom, hol van egy hideout, ide, akkor itt elvileg van valami személygépjármű. Elvileg, majd mindjárt megnézzük. Előbb felfejlesztjük a másikat is. Yes. Vagy ki tudom maxolni. Vagy fejlesztjük inkább ezt. Inkább ezt. Fejlesztjük ezt a Bandidos barakkot, amivel jobb cuccokat tudunk majd venni, meg ezek a missziók, amiket most néztünk, ezek könnyebben teljesíthetőek. Jó. Fejleszgetünk. Nem túl összetett a bázisépítés a játékba, de van benne. Nike, Liliuma, Nixie, Crazy Queen, Bidi, Gabesz és Famor. Még egyszer köszi a támogatásokat, srácok. Jó? És akkor meg akarom nézni, hogy mennyi nyersanyagunk maradt. Ja, metált kell gyűjteni. Meg medicínát. Meg gaszolínát. Jó. Na de, visszajött itt a... Jajajaj, az elküldött emberünk elvileg. Haló? Azt mondja, igen.
Azt mondja, na, választanunk kell. Direct route. 100% success, 300 pénz. Tehát vannak opcióink. Tehát itt van ilyen mini-sztori, hogy Benito keres egy fegyvert, ugye ez a lényeg. Elvileg egy ilyen pisztolyt kaphatunk, ha teljesítjük a küldetést. Tehát elhagyott egy fegyvert Benito, és azt keresi. És akkor eldönthetjük, hogy hogyan keresse a fegyvert, és attól függ, hogy a siker rátánk meg, hogy mit kapunk jutalomként. Hát, kérjek pénzt? Nem, a medicína jobban kell. Full kamóba nyomjad. Ja, és az is ott van, hogy hány embert veszíthetünk. Ezt nyomjad. Aha, siker. Nagyon jó, és akkor step 2. Igen. Bejutott a barlangba, ahol elhagyta a fegyvert, de ott van az ellenség. Mit csináljon? Lopakodjon, stealth killeljen, vagy gerilla módon szétölje őket. Melyik nyersanyag kell nekünk, nem tudom. Legyen a stealth kill a középső. Nagyon jó. Inasba rakta az ellenséget, és akkor a harmadik lépés, meg kell találnia a fegyvert, viszont jaguárok is vannak a barlangba. Gyújtsa fel a jaguárokat, szelidítse meg őket, vagy robbantsa föl az egész barlangot. Metal, medicin, hát metált kérek, az kell nekünk nyersanyagként, tudj. Nem azt mondom, hogy egy izgalmas rendszer, de a lényeg, hogy a játékba passzívan kaphatunk jutalmakat. Bandit Operation Complete, és akkor megkaptuk ezt a pisztolyt, ezt az automata pisztolyt. Majd mindjárt megnézzük, hogy milyen. Aha, és akkor most már megnyílik a többi misszió is. Na várjál, muti a fegyvert. Pisztoly. Autópisztoly. Ez egy ilyen unique autópisztoly. Nézzétek. Ja, hogy hello, szia vagyok. Aha. Hát én mondjuk nem rossz. Faster reload speed, weapon damage at enemies at low health. És soft target roundot lő. A mostani pisztolyunk mit lő? Mostani pisztolyunk az armor piercing. Van softos fegyverünk egyáltalán? Várjál, hadd nézzem az inventorimat. Szerintem nincs softos fegyverünk, amiben olyan lövés van. Aha, akkor lecseréljük. Akkor ez lesz az új pisztolyunk. Ez illik a stílusunkhoz. Szolid aranyberakásos. Szuper. Jó. Hát elküldöm őket akkor megint gyorsan. Ezek úgyis időbe telnek, ezek mind ilyen egyórás missziók. Jailbreak. Ja, de csak egy líderem van, úgyhogy csak egyet választhatok. Ezek pénzt hoznak, küldjük a pénzesre. Bandido, dispatch. És akkor majd egy óra múlva lehet lejátszani. Jó. Hát nem egy nagy vasszizdasz. Na, folytassuk a főküldetésünket, srácok. Zsurnál. Chorizóra visz minket, ha jól látom, a főküldetésünk. Vagy az egy mellékküldetés? Igen. Nem Chorizót fogjuk megszerezni, hanem ezt fogjuk csinálni. Philivel fogjuk csinálni a küldetést. Talk to Philly. Na és hol van Philly? Ott van Philly. Look who it is, Chorizo. It's a hero. So we're good friends now, see? No hard feelings? See, good friends. Almost blowing you up is the past. We got to look to the future. Na mit akarsz? Mondjad. And I see a military truck in your future. Aha. With special ammo, special weapons, and a special sauce. Ez még mindig bolond. I'm feeling once a real bad. I like to plan ahead. Jó. And I got big plans to bump up the Montero firepower, see? Jó, nem hallgatom so végig. El kell lopjunk egy katonai kocsit, srácok. A hülye állat. Jó. Miért akarja a játék a Los Banditost elmagyarázni a tabulátorral? Már egyszer elmagyaráztad, kösz. No. Azt mondja, hogy ide kell jönnünk. Peking Heat. Jó. De tudjátok, mit akarok megnézni? Ezeket a vehicle-öket. A hideoutokban milyen kocsikat kapunk. Milcsi, köszönöm szépen az 5 ajándék szabot. És a csírt is az ezredik adásra, ahogy Paglife, neked is nagyon szépen köszönöm. Danke, danke. Na most elvileg itt kellenének, legyenek ve...
Ez mi az Isten? Haló? Te mondd már nekem, hogy ez itt mi. What do you know? Add ide az infót. The army set up a checkpoint to look for guerrillas. Igen. Why don't you go introduce yourself? Köszönöm szépen. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Itt ezt a lootot viszem. Gracias, muchachos. Ez mi? Ója, és ezt el kell vigyük egy pick-up pointra, hogy elmentsük? Jó, akkor várjatok, ezt haza kell vinni ezt a járművet oda. Bár ez nem tudom, hogy földi járműnek számít, vagy repülőnek. Hát ez, ahogy nézem, repül. Jó. Ez egy repülő. Amivel lőni is lehet, nem mellesleg, hogyha valakit érdekel. Jó. Tetszik nekem. De ez mi ez az összetákolt hidroplán? Nagyon kemény. Jó. Hát mondjuk ezt könnyebb irányítani, mint a helikoptert, meg ezeket. Talán landolni is könnyebb lesz, igen. Akkor ezt itt kell landoltassam, ugye? És akkor később le tudjuk hívni. Aha! Avispa Buzzer! Air Water Vehicle! Ja, hogy ez vízen is megy! Mennyi pénzért szállnátok be egy ilyenbe, srácok, egyébként? Jó, tehát ez egy vízi, levegős hibrid jármű. Elmentettük. Hát akkor ezzel el is megyünk a misszióra. Ez nagyon praktikusnak tűnik ez a jármű. Jó. Irány a misszió. Oda megyünk, 1200 méter. Visszarakott, mert nem szabad átrepülni a tábor fölött. Semmi gond. Semmi gond. Tudjátok, az élő adások első 30 perce. Abszolút produktívak vagyunk. Soha nem bugol semmi. Jó. Tere! Így azért lehet közlekedni rendesen. Azt így a Thanos Marci, hogy a Far Cry 4-ben is van ez hasonló jármű. Hát de gondolom, hogy nem ilyen gerillatákolt cucc az egész, mint ez. De figyeljetek, működik. Tehát amíg nem zuhanunk le, addig nekem ez oké. Okay. Ha rákerestek Wikipédián a YOLO jelentésére, ezt a járművet fogja kidobni. Amúgy van benne valami. Nem tévedsz nagyon. Oda szépen leszállunk. És akkor el kell tulajdonítsunk egy kamiont, ha minden igaz. De most kipróbálhatjuk, hogy leszállunk vele a vízre. Mert hogy lehet. Mondjuk ez nem túl célszerű, mert onnan a domboldalról könnyebb lenne behatolni. De mindegy. Oda néz. Hát ez rohadt jó. Billy, I'm at the marina. Szerintem észrevettek. Meg ott egy cápa, mellesleg. Ki tudok itt mászni? Jó. Bouncing baby Philly. Got it. You're gonna make baby Philly cry. Just bring that truck back in one piece, okay, hero? Buenas noches. Jó. Azt kérte tőlünk, hogy egy darabba hozzuk vissza a traktort, kamiont, nehezen találok szavakat. Úgyhogy megpróbálok nem robbantgatni, srácok, ez a lényeg. Honnan látnak ki? Onnan? Aludjál el? Elküldtem Pezsit a csávóra. Megoldod? Aha, 16 pénzt lootolt is belőle. Várjatok, ki akar észrevenni? Ja, ott egy csávó. Vannak még? Szia Pezsi, nagyon ügyi voltál. Figyelj, azt is intézd el. Azt a csávót. Jó, menjél, kapd el. Torokra. Apu, hadd legyen büszke rád, gyerünk. És utána a pénztárcáját meg a Rolex óráját hozzad vissza, jó? Ügyes cica. Szalad, szalad. Gyerünk, ügyes vagy. Ott már kapta is. Na és hol... Na és apu pénze hol van? Ez nem számított stealth killnek. Nem tudom, mi számít stealth killnek, meg mi nem. Elvileg itt van egy enemy. Igen, őt is el kell kapni.
Most öljem meg a kutyust. Na, az a baj, a kutyus alertálta az emberünket. Okay, let's tango. Hogy bírja ki a kutyus a sniper fejlövés? Gyerünk, Pezsi elintézte, jó. Egész hatékonyak voltunk. Kiszabadítjuk a foglyokat. Ja nem, csak poszterek vannak. Még figyelni kell ezekre a felkiáltó jelekre, mert az jelöli be a térképen az extra nyomokat. Itt még elvileg valami enemy van. Gyerünk, Pezsi. Hopp! Az az ügyes, ügyes kislány. Pezsi kislány vagy kisfiú szerintetek? Ez se lootolt, aki nem volt nála pénz. Na jó, haladjunk. Haladjunk, ezt kell elvigyük. Lány? Egyértelmű, hogy lány? Szerintem is lány. Akkor legyen lány. Jó. El kell vigyük. A bázisra a személygépjárművet. Anélkül, hogy megsérülne. Beállítom a... Tehát beállítom automata... Na, tolassál, vissza. Megvagyunk, megvagyunk, megvagyunk. Beállítom automatár. Hola, Philly. One very stolen truck is on the way. Perfect. Okay, send it straight into my loving arms. Jó, ez az, ez az. Ez az, magától megy, így nem lehet baj, nem én vezetek, srácok. I'm more of a dog person. So is chorizo. Nagyon jó. Jó, így kényelmesen, semmi feszültség, értitek, lazába, nem kapkodunk, visz minket a játék magával, minden rendben lesz. Narandil, köszi neked a feliratkozást, üdvít köztünk. Hallod azt, az új pisztolyomat amúgy is ki akartam próbálni. Vigyázz ló, a lót nem bántjuk. Na. Várjál, azt ott meg kell menteni, hello, szia. Azért kell megmenteni a rabokat, mert őket küldjük ezekre az automatikus missziókra. Ah, látjátok? Plusz 5 recruit. Őket kell elkölteni, amikor így elköltjük a... Vagy amikor elküldjük őket misszióra. Ők nem biztos, hogy túl humánus, hogyha elköltésnek hívom a felkelők felhasználását, de... Hát na, célirányosan kezeljük ezt a... Kikapcsoltam az automatát. Jó, vezetek manuálba, nyugi srácok, már nem vagyok béna. Szervós, abszolút szervós, simán hazavisszük. 89%-on van az élete a kis minibuszunknak. No worries. Igen, skizo volt a csaj, öten volt. De nem ez szól a családjának, hogy én szabadítottam ki, és ezért öten csatlakoztam. Abszolút nem szolgamunkáról van szó, önként csatlakoznak hozzám. Bocsánat, csak útba volt a kaminyon, ki kell szedni belőle a lootot. Köszönöm szépen. Látjátok, hét ember volt benne, ott jönnek. Át a falon. Hello? Milyen szépen kivetődött elénk, olyan cuki. Jó ez az automata pisztoly, tetszik nekem amúgy. What's your problem? Now to get this bad boy back to Philly. Na, már megyünk is. Hello Lighty, hello, szia. Úgy. Itten szépen, föl a földútra és már mindjárt otthon is vagyunk. A kis táborunkba. És elvileg mindenféle lőszer, fegyverek, meg egyéb finomságok vannak ebbe Filinek, amiből tud építeni majd kreténségeket. Kíváncsi vagyok, mit akar csinálnia az elhozott anyagokból. Azért az Eurotrack szimulátoros tapasztalat látszik, hát elbírok én ezzel simán, érted? Nem ügy. Nem ügy egy ilyen nagy monstrumot elvezetni. Ez az... Dán.
Hát kicsit a szélvédőn nehéz volt kilátni, de... Cicola, cicola. Ha? The hero returns. Hello. Yeah, and the hero needs rum. Aha. Nagyon szép fegyver. Figa. Mi az, koka? Mármint ő. Feely magic, babe. Mierda, I almost died for packing foam. No. White gold. Nem mondod, hogy nem a fegyver kellett neki, hanem a helykitöltő műanyag fos, vagy hogy hívják az, a habszivacs. A habszivacs kellett neki, nem a fegyver. Oké. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. De amúgy meg miért lepődünk meg ezen. Jó. Akkor ez a misszió megvan. Azt mondja, van itt egy... Igen, az a baj, nem tudom melyik missziókat. Csináljuk meg a csorizós küldetést akkor, jó? Azt dobta fel a játék, csináljuk. Úgyis a trélerek alapján ő a kedvence mindenkinek, cukiskodjunk a kutyussal. Most mondja a missziót, csorizó. Jó. Enni kell találjunk Chorizónak, éhes a kis tacsi. Have to be honest, I don't speak bark, amigo. Amigo. Hogy nyikorog? Aha. Don't let Chorizo get hungry. Aha. Tehát külön recept van, hogy Chorizo mit eszik. Krokodilhús, fekete bab és rózsavíz. Tehát kizárólag ezeket hajlandó enni. Jó. Köszönöm szépen. Abszolút nem fancy. Jó, srácok, elmegyünk Chorizónak krokodilhúsért, rózsavízért, meg fekete babért. Teljesen normális elvárás. Miért nem tudom lehívni a... Na várjatok. Ja, az helikopternek minősül, amit hoztunk, nem? Aha. Igen. A jármű. Jól van. Nem jelölte be a térképem, hogy egy kicsit könnyebb legyen nekem? Nagyon fasza. Azt mondja, krokodil... Serpentino Park. West end of Cortina River. Na, azt melyik a Cortina folyó? Cortina River. Ja, ott egy krokodilus. De mondjuk az nem nyugat, hanem kelet, de menjünk akkor oda. Ja, csak nem a falu fölött, mert vissza fog rakni. Úgy. Ja, nem lehet, hogy van nálam, mert Pistinél volt. Szerintem nincs, mert beváltottam. Az állatalapanyagokat beváltottam nyersanyagért, úgyhogy nincs nálam. Szerintem. De hát nem tart sem eddig. Itt leszállunk, inasba rakjuk a krokkert, azt megyünk vissza. Mindhárom alapanyag kell, de szerintem most csak a krokodilhoz írja a küldetés, hogy hol találok. Ide szépen leszállunk. Úgy. Kipattanok a vízbe, az teljesen biztonságos. Nem lesz semmi baj. Igen. És akkor hello. Krokodila Lilianus Kroko. Oko. Halló. Ottan van valami a vízbe. Aha, az ott... Egy páram van. Aha! Perzselés, mint olyan. Aha. Megjöttek a kicsikék. Nagyon jó. Megvan. Húzzunk innen a picsába nagyon gyorsan. Hey, Philly. I got chorizo some croc meat. See? Smells
like Spider's pizza, isn't it? He's gonna love it. Chorizo's a little tiny to have a taste. Jó, csak előre szájjába légy szíves. Chorizo's a little tiny to have a taste for croc meat, no? You fucked up, sorry, Hiro. Carlos was raising baby crocs. Chorizo took one under his wing like a brown papa. They play together, ate together like a familia. Micsoda? Chorizo gyerekkorában baby krokodillal játszott, az volt a legjobb barátja. One day, I found him with a baby croc tail poking out of his mouth. Aztán megette. Gonyo. Hey, when Chorizo is hungry, he's one cold motherfucker. Chorizo egy elmebeteg, jó? Ouch. Jó. Igen, ezt mondjuk nem gondoltam. Várjál, gyere vissza! Szálljál le rendesen? Légy szíves. Úgy, leszálltál? Le vagy szállva? Jó, le vagy szállva. Jó. Volt itt némi probléma. Chorizo, hoztam hamit! Hey, Chorizo! Guess what I got? There. Never work so hard for a dog's love. But you deserve it, Perito. Oh, this should be enough to make us amigos, right? Right? Na, barátok lettünk? Fetch quest. Az a neve a küldetésnek, hogy fetch quest. Aha, Chorizo valamit mutatni akar. Kövessük. De ezeknek a szemeknek nem lehet ellenállni. Whoa, where are you going? You want me to... Okay, I'll follow you. Na mutasd. What do you got there? That for me? Elásott valamit nekünk. Mi az? Nice. Egy kis loot. Köszönöm szépen. A cuki. Hogy húzza föl magát, nézd meg. Nincs olyan, nincs ami megállítsa. Another present? Chorizo, you're too good to me. Meg ott is elásott nekünk valami. Hey, not bad, Chorizo. Kacsa mókus és nyúl husi. De hogy nyikorog, az a legjobb. Ott is van valami loot? Vittem. Clever boy. Egy titkos kulcs. Aha. Na, Pezsi, menj már, nézzétek, Pezsi féltékenykedik. Elálljátok Csórika útját, hát na. Na, mit nyit a titkos kulcs? You've really been holding out on us, huh? Mierda! You're really spoiling me here. Gunpowder, nagyon jó. Nézd meg, minden lootot itt körbe mutogat nekünk. Na? Itt is van valami? Nem látok semmit, Csórikám. Mit akarsz, életem? Mit akar? Ja, elállt a seprű az utadat, kicsim. Értelek. Na? Does Philly know about all this? What am I saying? Ilyen cuki agyás. He probably helped you steal this shit. Gracias, Chorizo. Ez az. Chorizo tag. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Na, de boldog. Cuki fej. Jó. És akkor mostantól Chorizo is lehet amigónk, ha akarjuk. De nem csalom meg Pezsit, bár végtelenül cuki, Chorizo neki itt jó helye van. Én, nekünk Pezsi kell. Ki kell menni a táborból, hogy visszaállítsam. Blessing. Amen, Oku. Úgy. Amigos.
Én nem tudom megszummonálni. Dismiss. Na várjatok, vissza kell szummonálni Pezsi. Amigos? Nem engedi. Nem tudok lehívni kompániát. Na majd itt. Nem, itt se engedi. Mi a fasz? Bocsánat. Nem, Chorizo amúgy úgy támad, hogy eltereli a... Jó, nem lehet lehívni, nem tudom, majd később lehívjuk. Úgy támad Chorizo, hogy eltereli a katonák figyelmét. Amúgy. Ő csak annyit csinál. Ja, a cooldownom van, I guess, gondolom. Na. Akkor ez a küldetés is megvan. Itt miért? Fine, track down lieutenant we're looking for. Oké. Okay. Így folyta, ez a küldetés kell nekünk, ezt kell trackkelni. Folytatjuk tovább a lieutenant kutatását, a hadnagy kutatását, ugye, aki újonnan lett kinevezve. Ide kell menjünk. A víztoronyhoz. Igen, csizmás kandúrként működik gyakorlatilag, Viki, pontosan. Oda megyünk. Blood Ties. Azért így jelentősen megkönnyítette a játék a közlekedést ezzel a helikopterrel. Majd el kéne teleportáljunk a többi hideoutba, hogy megnézzük, hogy mi lehet a többi jármű. Meg gondolom az összes ilyen különleges gerillák által összeeszkábált cucc. Közben itt vagyunk, ha minden igaz. Leszállhatok a tetejére, vagy az egy kicsi csalás? Jó, leszálltunk. Hát, vagy a cinematic szerint nem, de mondjuk, hogy... Mondjuk, hogy igen. So why do you want this guy so bad anyway? El come mierda checks all the tobacco leaves for the vivido process. We fuck up the leaves, we fuck up the cancer drugs, we fuck up Napoleon e Pequeño's operation. Napoleon e Pequeño. Make him look bad in front of old Uncle Anton. A lot of heat. So how you wanna do this? We kill soldiers until we find him. Jó. And then? And then we kill more soldiers. Jó, tetszik ez a küldetés. I like it. Megölünk mindenkit, srácok, az a feladat. Hát ez egy Far Cry játéktól mondhatni elvárt. Ja, hogy te úgy bemész keménybe. Hát én még gondoltam, hogy scoutolunk egy kicsit. Ne riadóztassanak. Sniper. Hát ez a sniper az velünk van, nem? Ja, ott van egy sniper. Aha. Jó, hát itt még mehetünk, mert itt a bejáratnál nincs túl sok katona, ahogy nézem. Mit integetsz, hülye vagy? Menjek előre? Én megyek. Micsoda épülő lakótelep. Na kérem, mutatom, hogy kell sznájpolni. Puk. Puk. Lootot visszük. Hoppá, azt nem látta senki. Elsőre. Vannak-e a tankban? Ez a tank az még lehet gond. Rosszabb esetben. Lootot visszük. Mi van benne? Mi a meglepetésem? Gunpowder, jó. Pereg a propaganda. Ő volt a főnök. Hoppá, hello. Majdnem. Jaj, bocsánat, nyugodjál meg. Ne állítsál semmilyen pajzsot, légy szíves. Jó, ne szemtelenkedjék, kérlek. Hoppá. Várj egy pillanat, töltök. Egy pillanat, szia uram. Szia uram.
Jó éjszakát kívánok neked és kedves családodnak. Ez eddig kiváló. Azt a riasztót, azt. Jó. Megnéztem, mit lehet kilőni ezzel, nem újon. Még valaki? Esetleg? Merre menjünk? Arra? Ott is van egy sniper. Ide kéne csalni. Vagy ledobjuk. Ja igen, változott a loadoutunk, srácok. Ezt nem mondtam el a stream elején. Dinamitunk van, EMP gránátot unlockoltam, hogy le tudjuk szedni a nagy járműveket. Van egy mérgező gránát, amit ha rádobunk a katonákra, megőrülnek és elkezdik lelőni egymást, és van egy ilyen heal gránátunk, amiben ha beleállunk, meggyógyít minket, hogyha CD-n van a gyógyításunk. Ezek még változtak. Azt mondja, hogy... Aj, ne kelljen már ledobjalak dinamittal. Bobby!